Sziasztok! Ma felmegyünk a Santisra, ami Svájc 13. legmagasabb hegycsúcsa és 17. legmagasabb hegycsúcsa Európának. Csak előbb átöltözöm, mert amíg itt lent 21 fok van, addig fenn a hegycsúcson 1 fok körül a hőmérséklet, és ebben a kis vékony őszi csekiben meg fogok hagyni. Így már sokkal jobb. Szerintem erre a sisakra fenn szükség lesz. Nagyon fúj a szél. Amit a Santisról mindenképp tudni érdemes, az az, hogy Észak-Kelet-Svájc legmagasabb csúcsa, a Valeni és a Constanzi tó között található, és állítólag gyönyörű a kilátás a fentről, amit el is hiszek. Jó időben 6 országot lehet belátni a tetejéről, Németországot, egész Svájcot, Ausztriát, Liechtensteint, Franciaországot és Olaszországot. És most annyira szép az idő, hogy úgy gondolom, hogy mind a hatot meg tudjuk nézni. Tömeg közlekedése is könnyedén megközelhető autóval is, irányos program családoknak, kisgyerekekkel is akár. A felvonó ár az egy kicsit borsos, 45 frankba kerül egy felnőtt jegy. Ha tagszal, az az 50%-os kedvezményre jogosító igazolvánnyal, ez azért barátibb. Na de elég a beszédből, gyertek és nézzük meg! Akinek hosszú haja van, egészen nyugodtan kössétek fel a fejetek tetejére, és ne hagyjátok szétengedve, mint én, mert az egész állandóan a szátokban lesz. És azzal a felvonóval fogunk felmenni egészen a hegy tetejére. Úgy imádom ezt a tájat. Ez itt a jelenlegi nyitvatartási ideje a Santisnak, illetve megtalálhatóak itt az árak is. Felnőttre 45 frank, oda-vissza, diákra, illetve ha adtaksz a 22.50. Pico, ich möchte gerne zwei Erwachsene bitte hin und zurück. Ja. Und eine mit Halbtags. Ja, ja, genau. Gerne. Also bitte den Halbtags. Und für den würde ich gerne mit Karte bezahlen. Also separat. Ja, genau. Ja, dann wäre das 22.50. Schön. Vielen Dank. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Da seien wir. Das ist gar nichts, nur Fels. Picit sokan vagyunk a felvonóban, nekem már nagyon melegen van. Gyerekek, olyan szél van, hogy két kézzel markam a stabilizátor, és még így is fél, hogy kikapja a kezemből. Élveztétek a kilátást, és hogy a szél kicsit kevesebbszer csapott az arcotokba a képernyő másik oldalán, mint az enyémbe. Jövő héten valami mással jelentkezem. Sziasztok!